Szevasztok, sziasztok, bubukáim! Ez a napi feljött az életembe. Egy évvel öregebb lettem. Egy is csak 20-36-kor. Már akkor születtem, pont percre pontosan 20-36. Pont teli holdkor, és ma is teli hold lesz, csak hát olyan borús idő, hogy ez nem fog látszani. De teli hold van ma. És amikor születtem, akkor is pont vasárnap születtem, és akkor is teli hold, ez 2001, 9.2-je. Nagyon koma vagyok, hogy nézzétek el, hogy még ezen is gondolkodnom kell. Jaj, meg rengetegen, de tényleg rengetegen írtak eddig. Tehát még csak ilyen 8 óra körül lehet, és már láttam, hogy Facebookon így tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, Messenger így pip-pip, így felvillem. Na jó, köszi, így próbálok mindenkinek visszaérni, köszönöm. Instagramon is írtatok jó páran. Tehát most mindenkinek, hogy visszaérnék, hú, majd megköszönöm egy posztba, vagy nem tudom még. Mert akkor szerintem egész nap visszaírogatnék, és akkor nem tudnám csinálni a matna. Majd megköszönöm nektek egyszerre. Meg ugye írtatok nekem, még YouTube kommentbe is írtak nekem, hogy ilyesméletesen. Tehát nagyon szépen köszönöm még innen is. Tehát a mai napom elég egyszerű lesz. Tehát nem szoktam úgy nagyon nagy dobra venni, mert nekem a születésnapom van, tehát nem szeretek így kirívó lenni, hogy most hú, most közé születésnap. Én 18-et mondjuk megünnepeltem. Meg lehet, hogy majd ezt is meg fogom ünnepelni haverokkal, sőt biztos vagyok benne. Csak arról nem szoktam videót, mert ez a, az nagyon magánélet, arról nem akarok videókat. Tehát az enyém. Értitek? Szerintem meg lehet ezt érteni. Maximum elmesélem, hogyha úgy van, de nyársanás, meg ilyesmi szokatlan, tehát nincs mit rajta nagyon mesélni. Viszont pénteken, hát remélem, hogy az idő is úgy akarja, már pedig akarja úgy, mert akkor elmennék, meg ugye tőttük ugye velem, és akkor Salgón ugye nyársalnék egy nagyon-nagyon jót, hogy anyukám meg én, tehát ilyen ketten ünnepelnénk meg. Ugye, oda nem kell senki, csak én meg ő, mert azért mégis ő szült. Szeretnétek valami kérdezt felolák, vagy nem tudom, ugye ASMR-t is mondtátok nekem, majd lesz az is, csak nem akarom, hogy nagyon arrépínre a csatornám, de lesz ASMR is. Ugye mondta nekem egy csajszi, hogy olyasmit szeretne ő, meg még jó páram, hogy ugye a nézőim nevét mondjam be, ugye. Csak ugye az nekem tudni kéne, hogy pontosan hogyan hívják a nézőimet. Elég, hogyha mondjuk leírod, hogy mondjuk Fanni vagy éppen Vivien, vagy Lara, vagy Viki, vagy tök mindegy, csak akkor úgy fogom felépíteni. Tehát, hogy szeretnétek olyan ASMR-t, akkor majd valahova gyűjtsök össze a neveket, értitek? Lehet, hogy kiteszek egy ilyen bejegyzést, tudjátok a YouTube-on, én, nekem van az a közösség, vagy mit tudom. És oda bírok tenni szavazást, meg fényképet, és akkor lehet, hogy oda ki fogom tenni nektek, és akkor odaírjátok le, és akkor azt fogom majd az ASMR-ba. Természetesen, hogyha jó sokan szeretnétek ezt a fajta ASMR-t, és majd akkor felépülhetne ilyen, vagy ilyen motivációsra, vagy ilyen jó éjszakát szövegre, vagy még valamit kitanálok, de ti is megszavazhatjátok, hogy hogyan is épüljön fel majd az ASMR videó. Na ennyit erről a videó dologról. Tartsatok velem, hát tipikus bubukás lájtos napunk lesz. Még story time-ozós, meg ilyen próbálom viccesre venni a figurát. Este, ha minden igaz, borozni fogok. Hát meg kell ünnepelni, na hát azért nem új van az. Na, ilyen lett a hajam lényegébe, feketének tűnik, de napfénybe, amilyen kimegyek, végül is ebből a fénybe is feketének hat, pedig esküszöm, hogy nem feketére festettem be, de mivel feketével volt befestve még egy-két hónapja kb. Ugye abból, ez a színe feketét elég nehéz ki, most kéne tudjuk jól, de a fénye, a csillogása az ilyen világosabb, barnás, tehát nem tudom, hogy hát a kamera annyira nem adja át, majd rendes napfénybe fogjátok látni, mert jelenleg ilyen szép borús időnk van. Nem is rabolom tovább az időtöket, megyek még le majd boltba, ugye holnap megyünk Fasra, meg ugye este ugye megünneplem a 19-et, ugye kis boracskával, ilyen kis szűk anya meg én, meg felhív apa,
mama már hívott engem, ja, tehát mindenki éltet engem, stb. Na, addig is jók legyetek, puszi-muszi. Na, szercsi, megyek majd tovább boltba, meg ilyesmi, viszont leginkább a hajam miatt vettem elő a telcsi, tehát ilyesmi lett a színe. Szerintem elég cuki lett, tehát megtettem bele ilyen hajfixálót, hogy azért ne fújjon bele a szemembe. Megyek még tovább, aztán ennyi. Na, drágaságém, hazaértem, megleptem magamat egy ilyen felsővel, ilyen bársony anyagú ilyen cuki. Azt ugye születésnapom van, hát ennyi jár nekem. Nektek hogy telik ez a szeptember másodikai nap? Jó van nektek a suli, milyen volt a tanévkezdés? Írjátok le nekem kommentbe, hogy úgy ki hogy érzi magát, lettek-e barátai, esetleg 9-et kezdted-e meg, vagy most lett épp a 8-os, stb. 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 Írjátok le nekem. Puszmusz! Így néz ki a saláta tálalva. Tettem még bele egy csepp ketchupot, mert nekem úgy szoftosabb, jobban csúszik, de nagyon-nagyon finom lett. Annyi már nem bírta ki, mert vagy háromszor vedd előle. Ízlik neki. Na gyerekek! A mai nap lesz az outfitet választottam. Sima farmergatja, ilyen crop top, ilyen kis glitteres, rá egy kabátka, azt csókolom. Ennyi. Szerintem nagyon-nagyon cuki. Itt van a tortám. Várjál még. Várok még. Segítsek! Oké. Csak így akarom eltemelni. Ja, értelek, aha. Hihi. Tudod, nem folytaná. A pici, ez nem érdekes. És csak nagyon-nagyon szép. Nem sokára. Hát nem az, hogy nem szép. Szépnek nem szép. De finom. A csokító az nem szép. Az de ronda. Őszgerinc formába. Őszgerinc formába szép. De így is jó ez. Nem. Most erre tellett. Na, így néz ki felvágva az én kis drága csokítom. Szerintem nagyon-nagyon szép így már. Hát így már az ég és föld. Mennyi az íze? Elvileg mennyi az íze, tehát nem is ragozom tovább a sót, eszek én is. Na babák, megettem a finom csokítót, jó anya segített bele mert nekem még így is nagyon émelygős. Tehát jobban szeretem, mikor egy sütemény olyan, inkább keserűbb. Igen, nekem az már annyira émelygős ételek annyira nem jönnek be. Szeretem, mert megeszem, mert nagyon-nagyon finom. Egy évben egyszer-kétszer untig elég én ilyen vagyok, tehát sokkal inkább a citromos, a gyümölcsös, bár kiskoromban sokkal jobban szerettem a csokiset, mint a gyümölcsöset. Hát, változom, na. Nektek mi a kedvencetek, sütibe? Írjátok le kommentbe. Puszi! Na gyerekek! Jelképesen gyújtottam egy gyertyát, egészségem nevébe, anyukám egészsége nevébe, és ezzel a borral fogunk kocintani. 20-36-kor, mert akkor születtem egészen pontosan teli holdkor vasárnap. És ma is teli hold van. Így van, ma is teli hold van. Na drágaságai, mennyi lett volna ez a rövidke születésnapi vlogom? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hogy velem ünnepeltetek úgymond. Nekem nagyon-nagyon jól esik egyébként, de tényleg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy írtatok nekem ugye erre a ASMR videómra, tehát elég volt, kiraktam a posztot, és már oda írtatok egy 6 vagy 7 kommentet, nem is számoltam, csak mindenkinek beszívecskéztem, azt lementettem, hogy majd meglegyen. Még kitalálom, hogy hogyan is épüljön fel ez a ASMR majd. Tehát nagyon-nagyon szeretem ezeket csinálni, tehát nektek is tetszik, azt vettem észre. Na egyszer neki száz a vége, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, hogy 19 évemet így meg tudtam örökíteni nektek. Remélem, hogy majd a 20-at, 21, jaj, öreg leszek. Na mindegy, hatalmas nagy ölelés nektek, szeretlek titeket, sziasztok! Holnap pedig Pesten leszek, tehát arról is lesz szerintem vlog, ha minden igaz, ha meg mert úgy is szerettek, azt észrevettem, hogy az úgy ilyen nektek is olyan különlegesebb, nem csak nekem még vidéki salgótarjáni csajszi, parasztasszony. Na, legyetek nagyon jók, szeretlek titeket, sziasztok, puszmusz!